Na mind, sziasztok! Honnan süt szembe a nap? Már megint új helyre költöztem, megint egy év elteltével, és most bocsássátok meg nekem, hogy szar a hang, mert még a lakásban nincs benne az áram, még most szerelik itt a ajtón az árat, ugye, mert ezt ki kell cserélni, de ez nem egy olyan egyszerű zárcsere lesz, úgyhogy hát egy ilyen kis helység, bejössz, és akkor, de itt van minden, komolyan mondom, tehát nem úgy, mint eddig. Fú, te, itt van az összes állványom, minden, amit eddig nem is használtam, most szennyes ruha zsákba van. És tehát ahogy bejössz, rögtön itt a ugye konyha, nyitható konyhaszekrények, fűszeres polcok, akármi pára elszívó, alul ugye késes, eszcvájgos cucc. Benne van a eszcvájg, még kise csomagoltam. Ilyen dolgok. Alul meg hát ilyen, hát most ilyen szemetes zsák, meg edény, meg tojásfőző, meg ilyesmi van benne. Mikrót elhoztam. Egy hűtőm még egyelőre nincsen, hát majd pénz az egy hétre. Ezt ide szépen fel tudom rakni. Tehát hűtőm még nincs, de majd hozunk azt is. Meg tűzhely még nincs, de ha úgy gondolom, hogy ha egy évig kibírtam főzés nélkül, meg tűzhely nélkül, akkor most még nem ez lesz az elsődleges gondom. Úgyhogy most a tűzhely helyére ide belettéve ez a billenős szemetes, amit múltkor vettem, még otthonra. Hát itt meg ugye mosogató aljára el lehet helyezni. Mosogató szereket látod, két vályos mosogató. Még most lett kitakarítva, meg kicserélik az összes villanykapcsolót, meg konnektort. Úgyhogy most jelenleg azért is nincs áram. Elment a szerelő, visszament a boltba. De ilyen armatúrák vannak, tehát ez a három spotos armatúra, hát majd ezeket az éjeket én ki fogom cserélni. Normális, tehát ezek Wolf, nem szálas izzók, majd helyette izét. Majd ledet rakok be. A fürdőn most nem tudok sokat mutogatni, mert egyébként kurva sötét van, de hát remélem, hogy látszik annyi a videón, hogy van mosdókagylom. Van törőközős rekesz. Érted? Tehát, hogy van borotválkozó tükröm, hallod, egy éve nem volt borotválkozó tükröm. Borot van benne. Itt is benne ugye ilyen fürdőszobán kellékek. Fent a cuckerályok. Fogkefe. Melyik filmben volt ez? Hát most én kiakasztottam egy készlőt, de gyönyörűen ki van burkolva. Ez ilyen, videó nem látszik annyira. Ez ilyen, hogy mondják, ilyen kékes, antracitos beütésű burkolat, aztán itt középen elválasztva. Van egy zuhanyfülke, ugye ez egy sima 90x90 zuhanyfülke, plusz még egy pisztolyár is van. Fiaknak. Ugye, hogy 35-nál csak behugyozzanak. És akkor ide beállítottuk a mosógép, mert majd ide ezt be kell kötni. És akkor minden meg lesz. És akkor ez az új túri lak. Hát persze még azért nagyon sokat kell pakolni. Most még elköltöztettünk engem reggel, és akkor még utána még elmentünk egy kanyarra. Felpakoltuk a brikettet, azt lepakoltuk, még itt rendezkedtem, úgyhogy most már kurvára fáradt vagyok. Hát minden úgy néz ki, mintha már be lenne rendezve, pedig még mondom, még áram nincs. De már összeraktam a monitort, billentyűzetet, számítógépet, ugye széket, ágyat, és akkor szőnyeget. Hát most, hogy kipakoltam mindent, mondom, felporszívózok, míg vissza nem jön a szerelő, azt akkor jut eszembe, hogy porszívózni, hát ahhoz áram kéne, ami meg nincs, úgyhogy becsukom ezt a szobahajtót, akkor
egy kétajtós szekrényem, hát ide sikeresen bezúzítottuk így a cuccokat. Na, majd egy felső ruhás része, majd még kellenek válfák. Szép ruháimnak, meg az akasztósoknak, meg most ott a gatyazokni is fiók, meg nem kell azt így meg kiürített dobozokat el. Meg felsúvasztottam ugye a tévédobozát, és arra fel a barkás cuccot, és akkor most nagyjából így állunk, ott lóg egy kábel, ott lehet bevezetni a kábel tévét, ha valakinek igénye van rá, hát nekem nyilvánvalóan csak internet kell, semmi más. De itt, hallod? Sokkal kisebb a szoba, mint amikor eddig laktam, és több a hely. Tehát mindkét oldalon. Tehát nem az, hogy itt az asztal mellett van egy konvektor, hanem én még tudok rakni állványokat, tudok rakni gitárokat. Akkor nézd meg, hogy a... Ja, bocs, nem azt mutatom. Tehát, hogy... Itt van bőven hely. Úgy itt egy ajtó volt, csak az le van választva a gipszkartonnal, meg van csinálva. És akkor itt meg a másik oldalon megint van egy csomó hely. Tudok rendes videólámpákat most már felállítani, ha szükséges, vagy ide fel tudom állítani a hangszereimet, amik eddig ugye hiába valóan hevertek parlagon. Kár értük. Úgyhogy most még várom a szerelőt, hogy visszajöjjön, és akkor bekössít az áramot, meg gyorsan felpattingassa nekem a villanykapcsolókat, és akkor hát meg ugye az ajtózárat megcsinálja, hogy csukható is legyen, mert reggel én már megyek korán dolgozni, úgyhogy ez az egy napom volt, hogy mindent lezongorázok, és igazából nem sokat aludtam. No, ennyit kell tudni róla, úgyhogy most már innen lehet egy normális live-ot indítani, én úgy gondolom, hogy meg ha ne úgy Isten valaki meg akarna látogatni, akkor nyugodtan beengedhetem, mert ja, lesz itt majd izé. Mondták, hogy ide is lehet rakni függönykarnés, mert van nekik karnés, mert mondom, az a legkisebb gondom, hogy a konyhában nekem függöny legyen, az nem érdekel. Úgyhogy nézzük, hogy pára elszívó is van. Esetleg sikerülne egy tűzhelyetbe szerelni, akkor hát itt meg mindenféle ide hallott. Hát az pont a likvideknek lett tervezve, itt még kilóg egy kábel, az remélem nincs áram alatt. Hát itt meg most egyelőre gyógyszereket pakoltam bele, itt mi van. Hát, na, hideg élelem ugye, ami nem romlik meg, croissant, májkrém, kenyér, lapkasajt, kész, pohárszék, eszcák, ennyi van. Úgyhogy szépen, gyönyörűen itt. Itt fogok én most már, nagyon szeretnék húzamosabb ideig így berendezkedni. Jó, most a szerelőnek a cuccai vannak itt nagy rész itt a konyhapulton, de lehet, hogy egy rész az enyém, sőt, egy rész az enyém, hogyne. Ezeket kerestem csak ugye, volt itt egy segítség, aki segített nekem itt kipakolni a cuccokat, miközben mi pakoltuk a többit. Ja, itt a vasaló, kábelkötegelő, itt a Makitához a készlet, itt a villáskulcs, itt van a javítókészlet, késnitzer, ja, ennyi, ja, a VD40, szilópisztoly, ragasztó, ecset, na, tudjátok, ja, minden, ami ilyen beltéri, házkörüli munkálatokhoz szükséges, úgyhogy most ennyi az újság, ezért is nincs normális indexkép, mert innentől kezdve még nem sikerül egy mobil internetet, illetve egy internetet beköttetni. Hát nem tudom, mikor fogok ráérni. De tehát addig, én most vettem egy 30 napos mobilnet csomagot, úgyhogy most nincs is áram, hogy megvágjam a videót, meg semmi se. Így, ahogy van, kinyomom a felvételt, és vége. És ez egy unedited, úgymond, kuriózum videó, mert ilyen nem történik minden nap, csak pont azért gondoltam, hogy azt azért el kell mondjam, hogy na, jó van, most már van normális lakhelyem, az kész. Na, köszi, hogy itt voltatok velem, kövessetek a továbbiakban is, és sziasztok!